Remélem, hogy érdemi sajtótájékoztatót tudunk ma tartani két kedves újságíróval, szakemberrel, Szabó Emesével, aki a Fapados Infoblog egyik szerkesztője, szakújságírója, és Varga G. Gáborral, aki pedig az Egek Ura blognak az egyik szakújságírója. De hát gondolom, itt a mikrofon másik oldalán ülő újságírók ismerik mindkettőjüket, és én meg mindjárt elmondom, hogy miért hívtam őket ma ide, hogy közösen tehessünk kezdeményezést. Az Európai Parlament Közlekedési és Turizmus Bizottságának alelnökeként hívtam ma meg önöket. Annak a bizottságnak az egyik vezetőjeként, amelyben én szeptembertől egy nagyon-nagyon határozott fogyasztóvédelmi akciótervet szeretnék előterjeszteni a Fapados légitársaságok utasainak, jogainak megvédése érdekében. Európában jelenleg mintegy 150 különböző repülőtársaságot ismerünk, ebből 20 nagyságrendileg, amely úgynevezett Fapados légitársaság, mintegy 4000 repülőjáratot üzemeltetnek, 400 európai repülőteret kötnek össze egymással, és mintegy 800 millió utast utaztatnak évente. Köztük önöket is, engem is, családtagjainkat és ismerőseinket. Nincs olyan ma Magyarországon olyan utazó, aki ne hallott volna az elmúlt hónapokban fokozódó és egyre sűrűbben előforduló botrányokról. Nem hiszem, hogy ez pusztán azért van, mert a nyár beköszöntével többen utaznak, hiszen évközben is az a rengeteg kivándorolt magyar, aki meglátogatja szüleit, vagy éppen a nagyszülők meglátogatják az unokákat, ők is használják ezeket a repülőtársaságokat, és rögtön az elején szeretném azt jelezni, hogy nem a Fapados légitársaságok ellen akarunk fellépni, hiszen az a gazdasági, üzleti modell, az az árképzés, és az a szolgáltatás, amely igazából egy forradalmat hozott az európai repülésben, amely elérhetővé tette az európai városokat nekünk magyaroknak is viszonylag könnyedén és olcsón. Ez a repülési modell, ez üdvözlendő. Mégis valamilyen módon megállt kell parancsolni a Fapados légitársaságok elmúlt időszakban tapasztalt a fogyasztókat károsító fellépései kapcsán. Tisztában vagyok azzal, hogy egy-egy kormányzat, így a magyar kormány is meglehetősen szűkös eszközökkel rendelkezik, hiszen ez egy közös európai problémánk. Kevés, hogyha egy hazai fogyasztóvédelmi hatóság próbál meg föllépni a magyar utazók érdekében, ennél sokkal komplexebb ez a probléma. Éppen ezért az Európai Parlament Közlekedési és Turizmus Bizottságának alelnökeként, a turisztikai albizottság vezetőjeként egy Fapados etikai kódex megalkotását kezdeményezem, amelyről nyilvánvalóan a nemzetközi sajtónak is be fogunk számolni. Szeptember 5-én tartunk az Európai Parlamentben egy olyan rendezvényt, ahova a magyar szakújságírókat is elvárva a repülő társaságok képviselőit, a különböző repterek üzemeltetőinek képviselőit, és az utasok jogaiért fellépő fogyasztóvédelmi szakmai szervezeteket hívok meg. Mindannyian tapasztaltuk és hallottuk azokat a példákat az elmúlt időszakban, amelyek borzolják a kedélyeket. Az európai turizmus, vagy éppen az európai emberek, nekünk magyaroknak is az emberi kapcsolattartás, vagy éppen az utazás lehetőségének bővülésével járó Fapados utazási mód egy megszokott utazási formává vált, viszont az, ahogy mostanában amilyen módon késnek a járatok, amilyen módon hagyják cserben az utasaikat, amilyen módon teszik kiszolgáltatottá az utazási irodák előre eladott csomagjait, amilyen módon kerülnek nehéz helyzetben azok az utasok, akiket semmiféle tájékoztatás nem ér akkor, amikor egy járatot törölnek, ez egészen bizonytalanná teszi az európai közlekedési parnak, az európai légiközlekedésnek a hétköznapjait. Ezért érzem azt a felelősséget, hogy szakpolitikusként és persze magyar-európai parlamenti képviselőként föllépjünk az ügyben. Hallottam olyan esetet csak a napokban, amikor három kisgyermekkel egy édesanyja maradt úgy egy repülőtéren, hogy senki nem adott neki tájékoztatást, és ha a család nem oldja meg másképp, akkor napokig vesztegelhetett volna kisgyermekekkel
az anyuka. Hallottam olyan esetet, hogy a reptér és a repülőtársaság egyszerűen nem volt hajlandó sem SMS-ben, sem e-mailben, sem semmiben tájékoztatást adni utasoknak, akik érvényes menetjeggyel, megvásárolt menetjeggyel rendelkeztek arról, hogy miképpen tudják folytatni az útjukat. Én is, aki hetente többször utazom, én is számtalanszor voltam annak megélője, szenvedője, ahogy fapados légitársaságok úgy változtatnak a szabályaikon, hogy arról se nem tájékoztatják az ügyfelet, se pedig nem tartják be azt a legalapvető fogyasztóvédelmi kötelezettségüket, fogyasztóvédelmi utasbarát kötelezettségüket, hogy egy megvásárolt szolgáltatást utólag nem változtatják meg, akár a podgyászok méretével, akár a repülőgépre, a fedélzetre való felvitelével kapcsolatban. Nem akarunk abba beleszólni, hogy kell-e az utasnak több pénzt fizetnie azért, hogyha nagyobb lábú, hosszabb lábakhoz illő jegyet szeretne venni. Nem akarunk abba beleszólni, hogy a társaságok hogyan és mennyi pénzt vesznek el pluszba a podgyászokért. Azt szeretnénk, hogyha Európában egységes, átlátható, követhető és a fogyasztás megkezdése közben, tehát a jegy megvásárlását követően nem módosítható szabályok lennének. Ehhez pedig először egy fapados etikai európai kódexre van szükség, és azt követően pedig természetesen az európai jogszabályoknak és a különböző nemzeti jogszabályoknak ezt való lekövetésére van szükség. Utolsó megjegyzésem, hogy természetes, hogy ezekre a repülőtársaságokra és ezeknek az utaknak a szervezőire ma is vonatkoznak egészen konkrét európai és hazai jogszabályok. És ezeket sem tartják be sokszor az európai légitársaságok. Nekünk alapvető követelésünk, hogy a meglévő szabályokat betartsák, és hogy egy közös, elfogadott etikai normához tartsák magukat a jövőben. Pontosan ezért, hogy ez a biznisz és ez a utazási lehetőség, akár honnan nézem, a fogyasztó oldaláról, vagy a repülőtársaságok oldaláról, ez tovább folytatódjék, és egy biztonságos, jól használható utazási módot adjon nekünk, magyaroknak is. Én ezzel a bevezető néhány perces mondanivalóval szeretném fölkérni a szakembereket, ugyanis úgy döntöttem, hogy ez nem egy politikusnak a feladata, hogy megfogalmazza az etikai kódex elvárásait, ezért első körben a szakújságírókkal vettem fel a kapcsolatot, és a különböző blogokon és önökön keresztül pedig azt szeretném, hogyha az utasok megírnák augusztus végéig a szeptember 5-i parlamenti rendezvényig a saját kritikájukat, saját történeteiket, vagy éppen elvárásaikat. A fapados kukac, és mindig eltéveztem, Tamás segíts, fapados kukac, újhelyi.eu, múltkor egy rossz címet diktáltam meg valahol, tehát a fapados kukac újhelyi.eu oldalra várjuk azokat a észrevételeket, amelyeket szeptember 5-én a légitársaságok asztalára tudunk helyezni, és ebben kérem a szakmaiság oldaláról a újságírókat, hogy segítsék ezt a közös munkát. Emese, először önnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Azt mi is hangsúlyozni szeretnénk, hogy olyan jó dolog nagyon régóta történt az európai emberekkel, mintsem, hogy fillérekért tudnak szanaszét repülni a kontinensen. Hogy csak belegondolunk, hogy van egy Debrecen-Eindhoven járat, amit x évvel ezelőtt azt se tudtuk, hogy hol van Eindhoven. Aztán, amikor Dzsuzsák Balázs odaigazolt, akkor megtaláltuk a térképen, de és van egy ilyen járat, és működik. Ez mindenképpen jó. És az lenne a jó, ha ez meg is maradhatna. De a piaci verseny és a profit kényszer az arra kényszerítette a fapados cégeket, hogy ott fogjanak meg minden egyes eurócentet, ahol csak tudnak, és hát legkönnyebben az utason lehet legombolni ezeket a filléreket. És ezért van szükség erre a kódexre. A hatályban lévő fogyasztóvédelmi szabályozás, az uniós fogyasztóvédelmi szabályozás, az bizonyos szempontból rendkívül szigorú, és a légitársaságok ezt is megpróbálják kikerülni, ezeket az előírásokat is előszeretettel nem tartják be, mert ez nekik sóba kerül. De van egy csomó olyan terület, amit nem fed le a szabályozás, vagy nem igazán lehet fellépni az ellen, hogyha a légitársaság nem tartja be a szabályokat.
És az lenne a cél, hogy ezeket a lápos talajokat is valahogy meg tudjuk fogni, és világos legyen az, hogy egy légitársaságtól mit lehet elvárni, és mit nem. Ami fontos, először is az elsődleges, vagy az előzetes tájékoztatás. Tehát ha foglalunk egy alapárú jegyet, akkor pontosan tudjuk, hogy abban mi van benne. Egymás mellé ülünk, vagy ezért külön fizetni kell. Egy csomagot vihetünk fel, mikor veszik el, hogy veszik el, hogyan lehet az garantálni, hogy ne vegyék el a csomagunkat. Ez nagyon fontos. Ugye azok a légitársaságok, akik nem repültek rá a szétültetősdire, ők valószínűleg nagy örömmel fogják ezt kirakni az oldalukra, a többieknek viszont kötelező legyen kiírni, hogy bocs, te nem fogsz az utastársad mellé ülni, ha ezt nem fizeted ki. És akkor én meg könnyedén ki tudom számolni, hogy ez nekem megéri-e, vagy nem. A másik, ami nagyon fontos, az a tájékoztatás, hogyha valami gond van. Ma, ha valami probléma adódik egy repülőtéren, akkor az utas áll, mint a bálám szamara, és nem tudja, hogy hova menjen, kit kérdezzen, miről kérdezzen, semmi nincs kiírva, a repülőtér nem foglalkozik vele, a légitársaság nincs ott a repülőtéren, csak a földi kiszolgáló személyzet, aki nagyjából azt mondja el, amit neki e-mailben, vagy akár hogyan elmondanak, ez így nem működik. Tehát valamit mondani kell az embereknek. Nyilván a légitársaságnak ilyenkor ez a legfontosabb, hogy megoldja a problémát, tök mindegy, hogy elromlik a gép, vagy bármi egyéb gond van, neki ez a legfontosabb, és nem az, hogy az utasokat hirtelen ott pártyolgassa, de ha már megvan, hogy mi fog történni, tovább megyünk 4 óra múlva, nem megyünk tovább, teljesen mindegy, akkor X időn belül a légitársaság köteles legyen minden utast tájékoztatni arról, hogy mi fog történni. Ez tök fontos, mert lehet, hogy inkább hazamegyek. Lehet, hogy a csatlakozásomat fogom elbukni, hogyha túl sokat várok. Lehet, hogy valahogy megoldom, hogy tovább utazzak, de ahhoz tudnom kell, hogy mi fog itt velem történni. És ez a légitársaságnak megvan az összes utasnak a telefonszáma, e-mail címe, de akár az applikáció felületén is lehet üzenni az utasnak, technikailag ez megoldható. A következő, ami nagyon fontos, hogy a meglévő és már kötelező előírásokat be kell tartatni a légitársaságokkal. Az egy dolog, hogy szabályozva van a 3 órán túli késésért járó kártérítés, mikor jár, mikor nem jár. Ezt sem szeretik megfizetni, de igazából most már van lehetőség arra, hogy ezt kisebb-nagyobb kényelmetlenség árán be lehet hajtani. De van nagyon sok ilyen puha szabály, hogy a légitársaságnak kötelessége elszállítani az utast, hogyha egy másik repülőtérre érkezik a gép. Ezt nem szokta megtenni a légitársaság, és volt egy olyan példa, amikor Budapest helyett Pozsonyban landolt a gép, és az emberek ott voltak egész éjszaka, azt se tudták, hogy mi lesz velük, és ez így nem működik. Ezért nem jár kártérítés, mert rossz időre nem jár, de az ember végül is kidobott az ablakon fél napot, és ott idegeskedett Pozsonyban, hogy most hogy fog onnan hazajutni. Ha ezt tudja, hogy érdemes várni a hajnalig, akkor vár hajnalig. Ha tudja, hogy nem érdemes várni a hajnalig, akkor megoldja valahogyan. De ezt szabályozni kell. És az is nagyon fontos, hogy ami jogosan jár vissza pénz, tehát a jegyár visszatérítés bizonyos esetekben, vagy ilyenkor, ha megoldom saját magam a hazautazást, akkor annak a költségeit megtéríti a légitársaság. Akkor ezt záros határidőn belül fizessék ki. Ez tök jellemző példa, hogy visszajárna a jegyár az utasnak, és fél éve szenved az egyik történetük szereplője, fél éve nem kapja vissza a repülőjegy árát, pedig mindenki szerint teljesen egyértelműen jár neki. Tehát ez így nem működik, hogy a légitársaság ücsörögjön az utasok pénzén. Nagyjából ezek azok a témák vagy területek, amelyeket mindenféleképpen fontos rögzíteni vagy szabályozni. Azt is megjegyezném, hogy azért itt ez a kódex nem kizárólag a fapados légitársaságokra vonatkozna, hanem valamennyi légitársaságra. Csak ugye a modell miatt van különbség, a klasszikus légitársaságok nagyon sok plusz szolgáltatást beépítenek a jegyáraikba, úgyhogy rájuk ezek az előírások nyilvánvalóan nem vonatkoznak, az, hogy fel kell rakni az utast másik képre, gondoskodni kell az elszállásolásáról, stb. Ezeket a klasszikus cégek megcsinálják. De vannak azért olyan elemei a szabályozásnak,
ahol nekik is eleget kell tenni az előírásoknak. Gábor. Köszöntök mindenkit. Előjáróban hangsúlyozni szeretném, hogy én úgy gondolom, hogy szakmailag mindenkinek, így a légitársaságoknak is az az érdeke, hogy az utazással töltött idő az élmény legyen egy utas számára, nem pedig tortúra. Tehát akkor, amikor egy ilyen etikai kódexhez segítséget nyújtunk, akkor tulajdonképpen a légitársaságoknak is segítséget nyújtunk ahhoz, hogy hosszú távú üzletmenetüket fenntarthatóan tudják üzemeltetni. Előtte Memese rengeteg problémát elmondott, ezeknek a problémáknak a nagy része tényleg a hatályos jogszabályok betartásával és a korrekt emberi kommunikációval azt gondolom, hogy orvosolható. Nagyon fontos az emberi jelző, hatalmasat robbant az európai légiközlekedés az elmúlt néhány évben, a forgalom elképesztő módon megnőtt, a légitársaságok nagyon modernek lettek, rengeteg helyre repülnek. Ezt szakmailag nyilván nagyon nehéz volt lekövetni ezeket a változásokat. Úgy érzem, hogy egyetlen egy dolog maradt ki ezeknek a változásoknak a lekövetéséből, hogy ezeken a repülőgépeken javarészt emberek utaznak, akiknek természetes igényeik vannak. Ilyen igény például, hogyha egy repülőgépet javítanak, és ott kell állnia egy görög repülőtéren órákat a napon, akkor természetes, hogy ingyen és bérmentve osztunk a fedélzeten vizet, vagy valaki meghozza azt a döntést, hogy addig az utasokat kiszállítjuk a repülőből, és nem főzzük meg a humán egyedeket. A kommunikáció tényleg nagyon fontos, az elfogadhatatlan, hogy Budapest helyett egy pályazár miatt Debrecenben leszáll egy repülő, majd kiviszik az utasokat a debreceni vasútállomásra, és azt mondják, hogy meg lehet venni a jegyet az Intercity-re, jó utat kívánunk, mindezt hajnali 2:30-kor. Azt gondolom, hogy egy légitársaság az lehet bármennyire professzionális, lehet bármennyire olcsó, bármennyire takarékos. Az ilyen teljesen természetes a repüléssel együtt járó helyzetekre fel kell, hogy legyenek készülve, kell, hogy legyen az ilyen helyzetekre kidolgozott eljárásrendjük, azért, hogy az utasok ne kerüljenek emberhez méltatlan helyzetbe. Ha pedig olyan probléma van, amit nem tudunk megoldani, akkor tényleg kötelesek megtenni azért, hogy a kényelmetlenség a lehető legkisebb legyen, és ez nem lehet pénzkérdés, tehát a költségtakarékosságnak is van egy határa. Nagyon remélem, hogy a légitársaságok partnerek lesznek ebben, és valódi szakmai párbeszédet fogunk tudni ebben a folyamatban a következő néhány hónapban folytatni, aminek a nyertesei az utasok lesznek. Köszönöm szépen, azzal zárom a tájékoztatót, hogy mielőtt valaki azzal vádol minket, hogy miért azokkal foglalkozunk, akik luxusutakat vásárolnak maguknak, hát pont azok érdekében lépünk fel, akik a nehezen megspórolt családi jövedelemből megpróbálnak utazni, megpróbálnak rokont látogatni, vagy éppen azoknak a diákoknak az érdekében, akik külföldön tanulnak, megpróbálnak eljutni az iskoláikba, és azoknak a magyaroknak, akik külföldön vállaltak munkát, és bizony nagyon nem mindegy számukra, hogy milyen módon és megbízható körülmények között tudnak Magyarország és a új lakhelyük között utazni. Európai szakpolitikusként ezért tartottam ezt fontosnak.